Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a jövőben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászainál kezdeményezhető. A korábbi három helyett 5 évig lesznek hatályosak az új igazolványok, amelyeket postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. 2015. december 28-án született egy kormánydöntés, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományos papíralapú igazolványokat egy kártyaszerű őstermelői igazolvány váltja fel. Ez nem csak annyiban változik meg, hogy nem papíralapú lesz, hanem ez egy informatikusabb tájékoztatást tud adni azoknak, akik ennek az ellenőrzésével vannak majd megbízva, és több adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ez az őstermelői milyen területen, milyen növényeket termel, és csak azokat tudja értékesíteni, amit regisztrált és feltüntetett ebben az igazolványban. Rácz Imre elmondta, az új kártya alapú igazolványoknak köszönhetően egy kiskapu is bezárodott. Korábban ugyanis összemosható volt az őstermelői és a kereskedelmi tevékenység, vagyis a nem valós őstermelői tevékenységet folytatók ezáltal kikerülnek a rendszerből. Az új igazolványok bevezetése még az idei évben megtörténik, tette hozzá az elnök. 2016. december 31-ig érvényesek a régi őstermelői igazolványok, de mi azt javasoljuk, hogy akik jönnek a betétlapot érvényesíteni, azok már kezdjék el, most egy kicsit az idő is úgy engedi, hogy a falugazdászhálózat most mással nem foglalkozik, és kezdjék meg ennek az érvényesítését. Most kap egy június 31-ig szóló vagy engedélyezett nyomtatványt, és akkor, ha minden jól megy, a technika is velünk van, akkor 60 napon belül postán meg fogja kapni az igazi kártyaszerű őstermelői igazolványát. Az árusító termelőket és az őstermelői igazolványok valódiságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrzi majd. Rácz Imre elmondta, a közeljövőben készül egy olyan okostelefonos alkalmazás, amely használatával a vásárlók is ellenőrizhetik az árusító helyeken az őstermelőket, hogy valóban a saját terményeiket árusítják-e.